A heti válasz megszűnésével még egyel butább lesz a közéletünk, kommentálta Etil a főszerkesztővel készített interjút Simó György. A közélet is az ország része, még ha nem is a legfontosabb, és nagy baj, ha tufa. Szolgáló lány lett a média, jellemzi a mai állapotokat alapvezetője. De akkor még van értelme a szakmának? Kérdezzük Borokai Gábort. Szervusz Gábor, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét kívánok! A mi kapcsolatunkra az jutott eszembe, hogy az a mondás, hogy nem mindig értek egyet veled, de amíg élek, harcolni fogok azért, hogy mondhass, hogy mit gondolsz. Egyébként azt gondolom, hogy az esetek többségében leesett a mikrofonom, és ezt most visszateszem, remélem, hogy nem rettentő zajokkal jár. Szóval, hogy az esetek többségében még ráadásul azt gondolom, hogy egyet is értünk. Tegnap jelent meg ugye a heti válasz utolsó nyomtatott példánya. Elfogytak? Szétkapkodták az újságárusoknál? Te csütörtök reggel 8:30-kor az alternatív terjesztő jött, hogy vinne újabb adagot. Csütörtök reggel 8:00-kor dél körül Pécsről már jelezték, hogy nincs heti válasz, tehát inkább attól tartunk, hogy nem tudjuk kielégíteni az igényeket. Ez akkor jó érzés lehet. Ki rendelkezik a jogokkal, ugye? Az újság jövője, vagy egyáltalán lap? Kiadó, akik ti vagytok? Igen. Uh-huh. Igen. Tehát gyakorlatilag akik a tulajdonosok, természetesen. A kiadót a tulajdonosok. De ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt csináltok a lappal, amit akartok, tehát hogyha mégis sikerül befektetőt találni rá, hogyha valamilyen alternatív terjesztési módot ki tudtok találni, akkor ez vihető tovább. Van rá tulajdonosi felhatalmazásunk. Aha. Simicska Lajos, hogyha jól tudom, akkor a választások után adott felhatalmazást neked arra, hogy keress vevőt a lapra. Közvetlenül másnap, tehát 8-án voltak a 9-én. Akkor ebből az is következik, hogy ha ő ezt ennyire az utolsó pillanatra hagyta, akkor ő más eredményre számított a választások során. Ez így van? Valószínű. Uh-huh. Ebből az is következik, hogy azonnal felismerte, hogy nincs tovább a lapnak. Tehát amint 8-án kiderült, hogy megy tovább a Fidesz, akkor ő tudta, hogy ez hogy folytatódik ez a sztori. Hát most nem Simicska Lajos ül itt. De hát nyilván beszélgettetek, ő behívott téged magához, valamit mondott. Hát annyit mondott, hogy megadja nekem a felhatalmazást. Korábban soha nem beszéltünk olyan természetű üzletügyekről, hogy eladhatom a lapot, illetve én többször fordultam hozzá vevőt kommentálva, és akkor mindig elutasító volt, kezdve 2015 áprilisától egészen 2017 májusában volt az utolsó vevőjelölt, akivel én megjelentem, nem akivel, hanem a hírrel megjelentem nála, és ez egy fordulat volt a mi életünkben. És ő ezt mivel indokolta? Tehát azt mondta, hogy tegnap óta tudom, hogy ennek nem lesz tovább, nem vagyok képes finanszírozni, nem fog menni piaci alapon. Nem a finanszírozás hiányosságával indokolta, hanem azt, hogy nem látja értelmét a sajtó fönntartásának. Ez érdekes egyébként, hogy nem odáig látta értelmét? Igen, úgy látszik, látta. Ezt ennél jobban nem fejtette ki neked? Hát, nagyon mélyen, hogy mondjam, soha nem beszélgettünk. Ugye nem a heti válasszal kezdődött, tehát ott volt az Origó, a Klassz FM, a Népszabadság, a Vidéki Lapok. Az érdekelne, hogy nyugodt szívvel gondolsz-e vissza arra a magatartásra, ami még heti válaszosként képviseltél, akkor, amikor ezek a sajtópiaci versenytársak, kollégák bezártak? Hogyne. Hát vissza is lehet idézni. Tehát mi a Népszabadságnak a megszűnésekor szolidaritásunkat fejeztük ki. Tehát az, hogy számunkra a szakma fontos, és hogy amit te idéztél a beszélgetésünk kezdetén, hogy harcolunk azért, hogy te elmondhasd, amit akarsz, még ha nem is értünk egyet, ez mindig igaz volt. És mi nagyon sokszor vitatkoztunk népszabadságosokkal, 168 órásokkal, másokkal, de azt, hogy ők ne gyakorolhassák a szakmájukat, és ne működhessenek, azt sose gondoltuk egy jó fordulatnak. Fel tudsz-e idézni olyan esetet, Gábor, amikor a második Orbán kormány első ciklusában, tehát 2010 és 2014 között bíráltátok a kormány működését? 10 és 14 között, tehát az első Hogyne. Ciklusban. Hát, természetesen van. Nem sokszor. Tehát 10 és 14 között egy alapvetően másik helyzet volt. Tehát
Egy válságos szituációban a kormány nagyon sok unortodox eszközt használt, ami miatt az ellenzék igen erőteljesen támadta. Mi pedig azt mondtuk, hogy egy krízis szituációban a rendkívüli eszközök használata az kívánatos, mert ki kell jönni ebből a válságból. Mi 14-be, tehát mindig a G-naphoz kapcsolják a mi fordulatunkat. Nem így van. Tehát 14-ben meg kell nézni, hogy 14-től kezdve mi folyamatosan azzal az igénnyel írtuk az újságot, hogy legyen végre, nem azt mondom, hogy konszolidáció, de akár ezt is mondhatom, tehát legyen végre egy rend, legyen egy új rend akár. Tehát felejtsük el a régi rendet, ne akarjunk hozzá visszatérni, az válságba vitte az országot, legyen valami új, világos szabályok legyenek, amihez mindenki tud alkalmazkodni, amely környezetben mindenki tudja tenni a dolgát. Lehet csinálni üzletet, médiát, politikát, és a többi, és a többi. Tehát ezek és a ebbe belefértek a közgépügyei, az alkotmányozással kapcsolatos sok-sok aggály, politikusok megmagyarázhatatlan gazdagodása. Ez belefért abba, hogy egy rendkívüli helyzet van? Tehát voltak olyan, tehát alkotmányozással kapcsolatban, médiatörvénnyel kapcsolatban nekünk voltak külön véleményeink. Vagy klubrádió kezelésével kapcsolatban volt külön véleményünk, hogy csak néhányat említsek, de őszintén szólva a fő sodor, a fő vonulat, az kétségtelen az volt, hogy hagyjuk ezt a kormányt tenni a dolgát, mert, és az eredmény igazolta, hozzáteszem, tehát kijött az ország a válságból. Tehát lehetőség nyílott arra, hogy használják azokat a bevált eszközöket, amelyek között lehet dolgozni, lehet üzletet csinálni, lehet élni. Felteltem úgy is a kérdést, hogy a tegnapi búcsú szövegedben azt írod, hogy csak egy tisztességes lapot akartál csinálni. És hogy hogy érzed, hogy ugyanolyan tisztességes lapot csináltál 2014 és 18 között, mint 10 és 14 között? Igen, azt gondolom, sőt, visszamegyek. Tehát én 1998-ban egy Reform című lapnak voltam a főszerkesztője. Tehát újságíróból lettem politika közeli ember. Politikus igazán sose lettem. És mindig azt arra voltam tekintettel, hogy ha én újságíró lennék, kormányszóvivőként lásd. Igen, mondhatjuk akkor... egy kormányszóvivőre, hogy sose lett politikus, csak politika közeli ember? Én sose voltam kormányszóvivő, nem tudom. Nem váltam hivatalosan politikus, mert kétségtelen politikai államtitkári rangot kaptam egy év után. De mondom, a lényeget szeretném mondani, hogy mindig arra figyeltem, hogy ha újságíró lennék, az, amit csinálok, az elfogadható lenne, elvárás szerint lenne. Tehát így éltem akkor is az életemet, és amikor visszatértem a sajtóba, akkor talán egyrészt a Hír TV-ben volt 2 évem, tehát létrehoztunk valamit, ami korábban nem volt Magyarországon, és utána jött a Heti Válasz, és a Heti Válaszban egy olyan műhely, egy olyan közösség jött létre, amelyikkel korábban még nem volt dolgom. Tehát nem véletlenül, hogy ezt az utóbbi 3 évet, ez nehéz 3 év volt, ezt is végig tudtuk csinálni, úgyhogy nem volt nagy fluktuáció, alig ment el valaki, és azt a szellemi közeget, azt az értékvilágot, amelyet korábban is magunknak vallottunk, azt folytattuk. Azt mondtad valamelyik nap, hogy szolgáló lányokra van szüksége a mai politikai elitnek. Szolgáló lányok vagy prostituáltak azok, akik kellene? Nem azt mondtam, hogy szolgáló lányokra van szükség, hanem fölvázoltam két... Szolgáló lányokká váltak, ugye? Nem. Azt mondtam, hogy a média vált a politika szolgáló leányává. Uh-huh. Tehát míg a szocialisták a baloldali kormányzás idején nagyobb volt a szabadság, a piac sok tekintetben uralta a politikát, és ebből fakadóan ezt nem tudták jól kezelni a szocialista kormányok. Ebből fakadt a rendetlenség, az államháztartási hiány, az eladósodás, és meg annyi olyan kín. Szocialista kormányok idején nagyobb volt a szabadság, ezt mondtad? Igen. Ezt mondom. Igen. Ezt mondom. Megleptél ezzel a kijelentéssel? Mert most ugye van egy sokkal kötöttebb rend. A politika befolyása jóval erősebb a piacra is, az üzleti világra is, és a médiára is, mert úgy tekint a kormány, mint az ő munkájának a segítője vagy gátlója.
Na de Gábor, hogyha a politika világa jobban befolyásolja a sajtót, azt úgy hívják, hogy a sajtó szabadságának a korlátozása. Tehát ma akkor kisebb a sajtószabadság, mint volt a szocialista kormányok idején. Hát ez látszólag így van, de ha visszatekintünk 98 előttre, amikor a polgári vagy a konzervatív nyilvánosságot egy kötött vegyértékű magyar nemzet, egy új Magyarország, egy demokrata és egy magyar fórum biztosította körülbelül 300 ezer fogyasztóval, vesd össze a 8 milliós választóközönséggel, akkor ez itt a nyilvánosság tere jóval beszűkítette volt, és sokkal inkább uralta a kormányzati szándék. Míg most, ha a mi sorsunkat nézem, akkor siránkozhatnék a sajtószabadságon. Hát ez folytott meg benneteket. De azt, ez az újfajta nyilvánosság kezelés. Persze, természetesen, mert én azt érzékelem bajként, hogy az újságírói munka, az újságírói teljesítménynek az értéke, a helyi értéke az eltűnt. Tehát a hirdetéseknek az elosztása például nem az alapján működik, hogy egy lap milyen közönséget tud fönntartani, vagy hogy tehát hányan érdeklődnek iránta, hanem nagyon szigorúan politikai célokat szolgálnak ezek az eszközök. És ez kétségtelen tény torzítja a magyar sajtónyilvánosságot, de a véleményszabadsága szerintem teljes, a sajtószabadság az torzult. Van-e kiárat ebből a rendszerből? Hát amíg ez a rendszer igazolja önmagát, tehát jól működik, gazdaság prosperál, a reálbérek növekednek, az életszínvonal növekszik, addig szerintem ez a rendszer így fog működni, ha tetszik nekem, mint újságírónak, ha nem tetszik nekem. Az a baj, hogy kezdődik a híradó, pedig nagyon beszélgetnék még veled, és ugye tudod, hogy minden kötözködésem ellenére terveztétek a heti válasz az egy érték, és szívből sajnálom, hogy ilyen véget ért. Köszönöm. Még ne sírassuk el, még digitálisan még olvasható legyen a heti válasz. Ezt kívánom nektek szívből. Köszönöm szépen, Gábor.